Száraz György könyvei, a magyarok beavatása, a kiválasztottak titkos tudása, Istenek beavatásai, az élet mágikus alapelvei. 29 üzenet az önértékelésünk fejlesztésére. A cikket felolvassa Száraz György, spirituális tanító. Ez a 29 üzenet közvetlenül a szellemtől származik. Hogy megtalálhassd a neked szólót, szállj egy percet, és figyelj önmagadra. Tudd, hogy nagyszerű vagy. Tudd, hogy a testedet úgy alkották meg, hogy képessé tegyen terveid beteljesítésére. A fő erényed, amelyre életed jó irányba történő kormányzásához szükséged van, a bensődben található. Ehhez nem szükséges megszerezned vagy megtanulnod valamit, mert az a bensődben van. Csodálatos, céltudatos emberi lény vagy, aki megérdemli, hogy minden boldogságot megkapjon a világon. Semmi nem elérhetetlen a számodra, ha összpontosítasz rá. Valósítsd meg az akaratodat, és indulj abba az irányba, amelyet jónak érzel. Szeresd magadat annyira, hogy nemet mondasz az összes olyan személyre és dologra, amelyek többé már nem szolgálnak téged. Nem tartozol magyarázattal, egy hiteles nem elegendő. Az élet mindig olyan, mint az árapály. Néha nyerünk, néha veszítünk, ez mind a játék része. Ne ostorozd magad, egyszerűen a legjobbat hozd ki magadból, amire képes vagy a tudásoddal. Így tegyél a környezetedben élőkkel is. Hihetetlenül megérdemelsz egy gyönyörű, gazdag és bátor életet, csak először ezeket önmagadban kell felfedezned. Összpontosíts arra, ami nagyszerű benned, ne pedig a hibáidra. Fókuszálj arra, amit az életedben már működtetsz, ne arra, amit nem tudsz még működtetni. Elképesztően erős vagy. Ha képes lennél megpillantani a saját erődet, soha nem érnéd be kevesebbel, mint amennyit érsz. Értékes vagy. Bármit is hiszel a saját értékességedről. Másokat azzal tanítunk arra, hogyan bánjanak velünk, hogy mit tolerálunk és mit nem mondunk. Mi csupán lábtörlők vagyunk mások számára, amennyiben lefekszünk előttük. Senki sem veheti el az erődet. Ez egy illúzió, egy hamis korlát, amit felépítettél. Abban a pillanatban igényt tartasz az erődre, mihelyt rádöbbensz arra, hogy rendelkezel vele. Nem az határoz meg téged, hogy mások mit mondanak rólad. Az dönti el, ki vagy, hogy te mit gondolsz magadról. Hogy a csodába várhatod el másoktól, hogy elfogadjanak, ha előbb te nem fogadod el saját magadat? Az önbecsülés nem a teljesítményen, nem az eredményeken, nem a pénzen, nem egy puccos autón, nem a sikeren alapszik. Az önbecsülésünk belül van, minden más csak figyelemelterelés. Amikor szereted magadat és tudod, hogy méltó vagy, akkor a világegyetem természetesen válaszol, és többet juttat vissza hozzád ugyanabból. Az önértékelés arról szól, hogy igent mondasz, amikor akarod, és nemet, amikor azt akarod. Lényegét tekintve az önértékelés a hitelesség állapotából fakadó életről szól. Az önértékelésnek semmi köze nincs ahhoz, amit a tükörben látsz, vagy amennyit a bankszámládon látsz, hanem az olyan dolgokkal kapcsolatos, hogy mit gondolsz magadról és az életedről, miközben álomba szenderülsz. Az élet mindig visszatükrözi, amit érzel. Minél nagyobb az önértékelésed, annál több értéket fogsz felfedezni abban, amit az élet eléd tesz. Senki nem gondol rá ugyanúgy, mint ahogyan te gondolod. Az emberek nem bámulnak téged, nem nevetnek rajtad, és nem húzzák fel az orrukat miattad, a legtöbb ember csak magára gondol. Az önértékelésed lemérhető azon, hogy igazán mennyire szereted önmagadat. Amikor szereted önmagadat, automatikusan méltóvá válsz. Egyes napokon méltónak érezheted magad, másokon lehet, hogy nem. Ez így van jól, amíg folyamatosan emlékezteted magadat arra, hogy szereted önmagadat. Megérdemelsz egy állást, egy kapcsolatot, és egy olyan életet, amely a boldogság, az öröm és a beteljesültség állapotát nyújtja. Fedezd fel az önértékelést a szívedben, hogy meg tudjál bocsátani. Nincs szükség a múlt fájdalmainak és terheinek cipelésére. Nem azért érkeztél a földre, hogy kételkedj önmagadban. Lehet, hogy nincs meg mindened, illetve nem vagy jó mindenben.
Azonban van egy ajándékod. Ez az ajándék a célod és a hivatásod. Az a dolgod, hogy megtaláld azt. Amikor egy lépést teszel abba az önértékelés irányába, akkor az egész univerzum a segítségedre siet. Csak tedd meg a lépést, és majd meglátod, mennyire támogatnak. Megérdemled a jólétet. Megérdemled a boldogságot, és megérdemelsz egy fantasztikus életet. Az egyetlen személy, akit meg kell győznöd erről, az te magad vagy. Egy kétlábon járó csoda vagy. Ismételd el magadnak ezt minden nap. Egy csoda vagyok, nem számít, hogy mások mit gondolnak rólam, vagy hogy a világ mit gondol rólam. A világ mindenség az oldalamon áll, s tudom, hogy azt kívánja tőlem, hogy itt legyek. Egy csoda vagyok. Figyelmedbe ajánlom az Istenek beavatásai, az egyiptomi misztériumiskolák, a magyarok beavatása, a kiválasztottak titkos tudása, valamint az Élet mágikus alapelvei című könyvemet. További hasonló érdekes témákkal találkozhatsz a Száraz György című YouTube csatornámon, vagy ellátogathatsz a napvallás.hu és a boldognapot.hu oldalaimra is. Köszönöm a megtisztelő figyelmedet, Száraz György voltam, boldog napot!